Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kérdezte, hogy mi lesz a következő epizódokkal. Folytatom mind az 52 filmről, ami fennmaradt. Mindegyikről fogok csinálni videót. És a most következő film, amit együtt megnézünk, az a 17-es számú ház. Következik a spoiler. Hullanak a levelek, és egy hosszú esnintesben megérkezünk a 17-es számú házba, aminek felső emeletén fénypislákol. Józsi gyufát gyújt, fentről Béla figyeli, és az emeleten fekszik még egy hulla. Rájuk zuhan a hulla lánya. Misztikus belépővel érkezik egy bajszos csóka és egy süket néma nő, ja, és még egy bajszos ember. May I come in too? Mindenki felmegy, Béla hiperventillál, aztán Józsi golyót kap, biztos nagyon fáj neki, minden esetre a süket néma lány itt szered bele. A két bajszos átveszi az irányítást, Béla megszökne, de bezárják a fürdőbe, ahol megfojtja egy... bajszos férfi. Ja, de mégse folytotta meg, viszont ott egy nyaklánc, amit Béla le is nyúl. És akkor megint jön valaki? Szerencsére ez csak a hulla, mert mégse halt meg. Úgy csinál, mintha a bajszosokkal lenne, de mi tudjuk, hogy nem. Aztán itt jön egy elég kaotikus rész. A lényeg, hogy a végén a ház alatt a három bajszos meg a süket néma csaj felszállnak egy vonatra. Bélának még sikerül utánuk kapaszkodnia, de Józsit lerúgják. A bajszosok pattintanak egy cigit, Béla megtalálja a piásládákat, Józsi pedig eltérít egy buszt. Eddig tartott a barátság, az egyik bajszos meglép a nyaklánccal, a másik kettő meg utána, de fondorlatosan lerázza őket és visszamegy Béláékhoz. Rajtuk keresi a nyakláncot, amit az előbb vitt el. A másik kettő közben a vonat elejére ér, ahol az egyik masinisztát lelövik, a másik meg szívrohamot kap. Közben Józsi a busszal beéri a vonatot, ami száguld a kom felé, amikor... Józsi kimenti a süket néma csajt, akiről persze kiderül, hogy hall és beszél, és ismeri a túlélő bajszost, aki valójában... De akkor kiderül, hogy valójában Józsi a nyomozó. És a bajszos megy a böribe. A csaj is parázik, hogy megy utána, de mákja van, mert tetszik Józsinak. Hogy a hullával és a lányával mi lett, azt sose tudjuk meg, pedig lett volna idő, ez Hitchcock legrövidebb filmje, összesen 61 perces. A terve szerint ez egy thriller paródia lett volna, ezért süket néma a csaj, szimbolizálva azt, hogy a női karakterek csak sodródnak az eseményekkel némán. De ez az integetős jelenet is ugyanígy került bele. Hitchcock már 1932-ben érezte az internetet, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy a macskás rész kimaradt. Minden pisztolylövésre cicák szaladtak volna fel le a lépcsőn, de beengedték őket a stúdióba, és teljesen kontrollálhatatlan lett a helyzet. A fiúk mozia újság szerint azért valamit sikerült rögzíteni, aki nekem megszerzi ezt a felvételt, az kap egy Hitchcock nagyságú csoki macskát. Egy szokásos csokit pedig felajánlok annak, aki elmagyarázza nekem, hogy 1932-ben miért volt para Angliából Németországba utazni, mert hogy valahol mélyen erről szól a film. Hiába van telepakolva érdektelen és nehezen követhető jelenetekkel. Szerintem már az is egy csomó segített volna, ha az ütések hangját kicserélik. Szegény film. Jó példa arra, hogyha valami nagyon sokat és nagyon alaposan dolgoznak, sztori nélkül még mindig lehet gagyi az egész. Ugyanakkor úgy ki vannak találva a snittek, hogy beszak. Már a legeleje is egyetlen helyszínen egy lépcsőházban játszódik, és tök kreatívan van megoldva, de a vége, az üldözés, az egy igazi Mission Impossible 6. Mindenhol azt hajkozzák, hogy micsoda miniatűr munka van benne, igazából pont az lett a gagyibb része. Túl picire építették a játékvonatot, és vízzel összefényképezve kilóg a lóláb. De a jó öreg süftán eljárást is beízították, itt ez a világító fehér ruhás ember, őt valójában nem ütötte el a gőzös. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Ez a beállítás háromszor is vissza van vágva, és ugyan én nem vagyok meggyőződve róla, de okos emberek azt állítják, hogy az ott Hitchcock. Végezetül jöjjön a kedvenc snit, de nem az enyém, hanem a mesteré. And suddenly you see the bus go across the front of the train, or what you think, the camera whips back, and the train goes under a bridge and the bus goes over the bridge. The
Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a channelről. Biztosak lehettek benne, hogy végigcsinálom a challenge-et, minden filmről lesz szó. Szevasztok!